Ültem a padban, előttem üres papírlap, kezemben toll, de nem moccantam. Légy szállt a papírra, összedörzsette a lábait, zizgett, rám nézett, elröpült, de én még mindig nem moccantam, csak iszonyú melegen volt. Éreztem, hogy elborít az izzadság. Nem szabad mozdulnom, mert akkor csöpögni kezd a homlokom. A cseppek koppanni fognak a papíron, s majd mindenki ide néz. Körös körül sercegtek a tollak. A tanító szürke árnyalak, csak nagy vörös üstöke csillámlott, kezeit morzsogatva dünnyögte. Jól gondoljátok meg, gyerekek, jól gondoljátok meg. Lesni kezdtem a többieket. Mellettem az állami bizottság elnök helyettese sebesen rótta az üres papírra. Az én munkám fontos és felelősségteljes munka, mely által a dolgozók egyaránt... Becsuktam a szemem, nem szeretem ezt a szót, egyaránt. Olyan ez, mint az, hogy őrlemény, fűrészpor ízű. Jobbra néztem, ahol a zöldséges küszködött a betűkkel. Az én munkám fontos a dolgozók ellátása szempontjából, és a vitaminfogyasztás színvonalának emelése következtében is én megtaláltam a számításomat benne. Becsuktam a szemem. Nem szeretem ezt a kifejezést, megtaláltam a számításomat. Ennek nincs magyarázata, csak egyszerűen nem szeretem. Előre néztem. Ott ültek az okosak, elégedettek mind, és a padra hajolva szorgalmasan dolgoztak. Még jobban izzadni kezdtem. Az ablakon begördült a nap, de nem fény lett, csak melegített. Ahogy megállt a terem közepén, úgy ontotta a meleget, akár egy túlfűtött kályha. Aztán begurult még egy nap, és még egy. Már 3 nap ült a teremben. Elviselhetetlenül meleg volt, nem bírtam tovább. Az első verítékcsöpp hatalmas koppanással lezuhant az előttem fekvő üres papírra. A szorgalmasak hátra néztek, de csak egy pillanatra, aztán visszahajoltak a dolgozatuk fölé. A tanító áttetsző szürke árnyal, aki a közelebb jött és odasúgta, ne sírj, hanem igyekezz. Azt hitte, hogy a könnyeim koppantak a papíron. Fennhangon pedig megismételte. Igyekezzünk, kérem, nincs sok idő. Nincs sok, ezt tudtam. Párolgó veríték páncélom van, mely úgy tapadt rám, mint a mélytengeri búvárok gumiruhája. Csak ültem tovább, és kínomban rágni kezdtem a tollam végét. Sietni kellene. Szavakat kezdtem gyűjtögetni. Céltudatosság, igazság, idő. De a szavak nem álltak össze mondatokká. Behúnytam a szemem, hogy elűzzem a szavakat, amelyek körülálltak, mint a kifestett utcalányok, és üveges tekintettel bámultak rám. Végre eltűntek a szavak, és én ott találtam magam a kicsi téren. Csípős, ködös őszi reggel volt, a köd megült a kockaköveken. A sebészorvos térdig ködben lehajolt a kisfiúhoz, megcsókolta, odaadta neki az iskolatáskát. A kisfiú a táskát vonszolva elindult a kapu felé, és eltűnt mögötte. A sebészorvos még áldogált egy darabig, kalapja alól apró fehér felhők szálltak, az öreg szent kopott kőszobrán galamb ült, a galamb nézte a férfit, aki lassan megfordult és elnyelte az utca. Igen, ez így történt. Pontosan így. De mi közöm hozzá? A galamb nézte a már üres utcát, a kőszent a galambot, én a szentet, kőszeme megrebbene. Közben egy másik emeszt átszelő térben láttam a férfit, ahogy befordul az utcasarkon, és belép egy másik kapun.
fűtőtestek langyosak, fertőtlenítő illat, a híg kakaó szaga, tolókocsin beesett arcú öreg fekszik, klaffog egy sietős fapapucs, fémcsörömpölés, vízcsobogás, kinyílik a műtőajtaja, a tű behatol a húsba, a szövetek finom recsegése még mindig itt van a fülemben. Megmozdulnék, de nem merek. Vörös üstökű ellenőr jár a padok között. Jó lenne láthatatlanná válni. Dolgozatot kell írnom. Igazoló jelentést. Mi közöm ahhoz a régi kicsi térhez, ahhoz az emberhez? Semmi. Egy régi pillanat, amelyben benne vannak más, még régebbi pillanatok, és a következők is. Múlt, és jelen, és jövő. Ha az idő héját lebontogatom, én magam maradok, aki egyszer régen, talán annak a pillanatnak a legmélyén, ott álltam egy műtőasztal előtt. Beszívtam a vér édes kis szagát, fölemeltem egy szikét, fülemben megsokszorozódva dübörgött a szövetek recsegése, egy szempár tapadt rám halálos rémülettel, mondtam valamit, a szempár elváltozott, a fuldoklók hite sugárzott rám. Mindez igaz, bár mindig elgyengülök a felém tartó tű láttán, ha a hegyén az az apró szökőkút serken. Mégis igaz, mert voltam már dohánygyári munkásnő is. Ott álltam a gép mellett, orromban hűvös, telt, komoly illat, puhán hullott le az őrölt dohány, s mint a hó a kerítésre, úgy ült rá a peremekre. Meg kellett nyalnom a szájam szélét, mielőtt a fogantyúkhoz nyúltam volna. Voltam már kőműves is. És titokban elmentem a házak előtt, amelyeket én építettem. Elbámulva a sorson, ami nekem adatott. És az egyik világos ablak mögött, az én ablakom mögött, láttam egy összeboruló párt. És voltam bányász is. Éreztem magamon a föld roppant tömegét. És elámultam a merészségen, hogy nyikorgó köteleken leereszkedtem ide, és most járatokat vájok magam előtt, és mérnök is voltam, gyárat építettem, amely mint egy óriási élőlény vackolódott el a tájban, és fülsiketítő szívdobogása betöltötte a környéket. Aztán szedtem a sátorfámat, és elmentem más vidékre. Szelíd függönyök mögött gépeket rajzoltam, majd beálltam mögéjük, figyeltem a fényforgács kígyózását, egy konyhában nagy fedőket emelgettem, majd kilestem a terembe, és együtt nyeltem azokkal, akik a főztömet ették. És persze föltaláltam a kereket, a telefont és a szocializmust, fölfedeztem Amerikát, a Szaturnusz gyűrűit és a relativitás elméletet, megtaláltam az északnyugati átjárót és a kék madarat, lefestettem Saskiát, megírtam levelemet Onyeginnak, kuruc vitézeimmel átkeltem egy mocsáron, Kufsteinben patkányokkal társalogtam, és nyírkos erdők mélyén partizán tüzek mellett melegettem. De voltam 80 éves aggastyán is. Lelkemben elcsitultak a viharok, és amikor 81. éven beléptem, elkezdtem végre japánul tanulni, amire egész életemben vágyakoztam. Zizegtek a teleírt papírlapok, a tanító sorra beszedte őket. Most éreztem meg, hogy hűvös van a teremben. Mindhárom nap eltűnt, de még nem sötétedett. A nyitott ablakon ázott falevelek sodródtak be. Olyanok lettek, mint a széthullott, megvénult erdei gombák, amelyek rothadásnak indultak a nedves avarban. Tele lett velük a terem, a padok. Már minden nedves volt és rothadó.
Mi voltunk az avar. A tanító árnyalakja hozzám lépett. Rám nézett. Most láttam, hogy égkék szomorú szeme van. Fölemelte üres és érintetlen papírosomat, és aztán lassan, reménytelenül eleresztette. A papír száldosni kezdett. Előbb tanácstalanul kerengett az avarral borított padok fölött, aztán föllebbent, és mint a kiterjesztett szárnyú sirály, kirepült az ablakon.